Sziasztok, Bisz vagyok, és mivel szavaztatok, ezért Titanfall véleménykifejtés lenne így cakkumpak. És hát mivel bétáról van szó, ezért felrúgható hibának, hogy én ezt a videót elkészítem, és az is, de most ezt a hibát felvállalom. De kezeljétek helyén, hogy bétáról beszélek, illetve mégis azért legbelül érzem, hogy így marad ez a játék valószínűleg. De ezt azért mondom, mert nagyon egybe van a játék, iszonyatosan ki lett találva. Tényleg én érzem rosszul magam a Code Ghost helyébe, hogy úristen, ezen gondolkoztak, nem összecsapták, szívvel csinálták. Iszonyatosan balanszos, meglepő, hogy mennyire balanszos tud lenni ez a játék beta fázis alatt is. Tehát nagyon ki lett találva. A titánok nem OP-k, a gyalogosok nem OP-k, a Smart Pistol nem OP-k, bármennyire is meglepő, de a Smart Pistol, amikor így belokkol, azok botok. Tehát csak botokat tudsz vele ilyen gyorsan lelőni. Ha te player pilótát akarsz lelokkolva belőni, nem lehet. Tehát minden egyes mozdulatnál, ugrásnál újra kezd lokkolni a rendszer. Tehát vagy kempereket tudsz úgy lelőni, hogy belokkol, vagy igazából senkit, mert közelre tud csak lokkolni. Úgyhogy nagyon jól ki lett találva a Smart Pistol, hogy megvan a helye a játékban, de inkább botok ellen tudsz vele igazán jól aratni. Hú, nagyon jó a Smart Pistol, higgyétek el, nagyon ki lett találva. Az egyetlen talán felhozható fegyver, amely annyira erősnek érzem, hogy nem mondhatom el, hogy balanszos. De mégis azért azt kell mondanom, hogy balanszos, mert minden egyes eszközünk megvan rá, hogy kivédjük, az a shotgun. Kicsit gyorsabban lő a kelleténél, szerintem biztos balanszolni fogják, kicsit nörfölgetni, mert ez azért érezhető, hogy közelre nagyon erős, de tényleg minden egyes eszközünk megvan rá, hogy kivédjük a shotgunos, tehát nagyon gyorsan tudunk mozogni, parkűrözni, tudunk láthatatlan stimpek, tehát igazából nem róható fel kritikaként, viszont néha azért erősnek érzük a shotgunt, de végülis melyik játékban nem tud kellemetlenséget okozni a shotgun, tehát helyén kell kezelni, de úgy érzem kicsit erős, kicsit visszavehetnék a fire rate-jét, mert gyorsan lehet vele lőni, de egy ilyen minimális, tehát eltörpül egy-egy Call of Duty Ghost vagy Battlefield 4-es hibák mellett, de ez egy hiba, amely még hibának felhozható, de tényleg ez is eltörpül, hogy amikor így vannak ilyen 1v1-es fájtok, ugráltok össze-vissza, stimpek, láthatatlanság falról falra, és akkor elkezd az ellenfél rúgdosni, és olyan érdekesen adja be a rugást, tehát így kicsit ráhúzza az ellenfélre a rugást. Ugye ezt úgy kell elképzelni, mint egy melee-t, tehát egy késelést, hogy instant halált okoz, és olyan érdekes, hogy hú, olyan távolról le tud rúgni. Tehát így kívülről érdekes, belülről meg, hát igen, lerúgtam, tök közel voltam hozzá. Kicsit annyira kellemetlen, kicsit bugosan működik, én úgy érzem legalábbis, de lehet, hogy jól működik. Csak így kívülről látszik bugosnak, belülről meg teljesen tökéletesnek, amikor te rúgsz le valakit éppen. Úgyhogy ez a két hiba, amely szerintem mint balansz során említhető, de titánok nagyon jól ki lettek találva. A gyalogosok, tényleg amikor titánként te ölsz egy pilótát, akkor nem az azért van, mert te vagy ügyes, hanem ő a béna, ugyanis a pilótának mindenfajta lehetősége megvan, hogy ne ölje meg egy titán, láthatatlanság, steampack, falunugrás, fölmész olyan helyekre, ahol nem ér el, tehát a pilóta, mint olyan, nagyon durván jól játszik, tehát nagyon jól ki lehet vele ugrálgatni, helyekre felmenni, kilőni a titán. A titán olyan fajta kiegészítőként van a játékban, viszont ami érdekes, hogy én a játék elején úgy voltam, hogy nem érdekel a titán, hát kódba se érdekel a killstreak, én majd megyek, azt ölöm a pilótákat, meg a titánokat, meg stikázom, de nem. A titán része a játéknak, meglepő, hogy tényleg mennyire utal rá, hogy hozd le, öld meg a titánokat, aztán szállj ki és a pilótákat meg tudod ölni, akik a titánokban voltak. Nagyon jól ki lett találva. Én játszottam úgy is, hogy nem érdekel a titán, most megyek pilótákra, amint látok minimeten egy pilótát, én azt megkeresem és likvidálom. Nos, nem öltem annyit, mint titánnal, mégis úgy éreztem, hogy folyamatosan ölöm a pilótákat, és hát nem. Alig találtam 8-at, illetve aki meg titánt lehozott, az nagy ölt 15-öt, 11-et, vagy tényleg nem tudom, de többet. Úgyhogy
Nagyon balanszos, iszonyatosan jól ki lett találva, nagyon jó játék. Amiket hibákat felsoroltam, ez tényleg nagyon eltörpül, iszonyat minimális részét képezi a játéknak. Eszméletlenül ki lett találva, tényleg. Amikor így először játszottam vele, vagy 3 órát, extázisba estem, hogy mennyire jó játék lett, hogy mennyire izgalmas, pörgős. És aki azt mondja, hogy ilyen-olyan copy, MechWarrior, Crysis, Code Copy, felejts el, ez egy új játék, Titanfall. Attól, hogy elemeket kihelyezett más-más játékokból, és behelyezte ebbe egy más kontextusba, attól nem lesz copy a játék. Tehát annyi mindent feltaláltak már a játékok történelmében, hogy egyszerűen nem lehet újat kitalálni, csak új kontextusba helyezni, ugyanez a mobiltelefonnál, tehát egy darab képernyő az egész, meg egy kamera a hátoldalán, mit akar az iPhone elvenni másoktól, hogy jé, ezt mi találtuk ki. Tehát ez körülbelül pont ugyanez, ugyanaz a játék nem lehet. Tehát más kontextusban van, más, ki lett találva, össze van rakva, iszonyat jó játék, nem copy, ez Titanfall, pont. És most jöjjön a fekete leves, amely számomra a fekete leves, aki igazából már nem szórakozásból játszik, hanem önfejlesztésből, és semmiféleképp nem róható fel a játéknak, mint hiba. És ez nagyon fontos, nem hiba, csak fura, egy fekete leves számomra. Az pedig a botok megléte. Nagyon jogos, hogy belerakták a botokat, nagyon jó, hogy ott van, folyamatosan pörgésbe tartják a mapot, folyamatosan van mit ölni, folyamatos a pálya, lélegzik, jó érzés, hogy folyamatosan csaták vannak, és ezért vannak botok, nagyon jó, hogy belerakták. Viszont mikor folyamatosan ölsz, adrenalin szinted a magasba, és vége a mapnek 10 perc után megnézed a statodat, és hoppá, csak 6 darab pilótát töltem. Én azt hittem, vagy 20 emberi egységet megöltem, de nem, 40 bot volt közülük. És 6 darab pilóta, úristen, csak 6 darab. Én, aki egy Call of Duty Ghosthoz szoktam, vagy egy Call of Duty-hoz, ahol ölök simán 30-at, de mondjuk halok is hozzá mondjuk 10-et, vagy 15-öt, mit tudom én. Itt csak 6-ot, viszont az arány ugyanaz, mert maximum halsz 1-2-t. Tehát a KD-d ugyanaz, mint egy Call of Duty Ghost-ba, csak az arányok eltolódtak, és ezt kell megszoknom, ez a fura, hogy nem tudok folyamatosan fejet valászni véres körmökkel, vérben forgó szemekkel, hogy hal vagy már. Tehát ilyet nem lehet, és ez a fura, ezt kell megszoknom, de jogos a botok megléte. Az viszont szerintem annyira nem jogos, hogy díszként vannak a pályán, tényleg csak azért vannak, hogy lelőd őket. Hogy ezzel még változtatni lehetne, ami felróható hibaként, hogy kicsit buták a botok, lehet ezt okosítani is azért. És ez a fura ténylegesen, hogy csak 6 darab ellenfél, emberi ellenfél, és én gondolkodó ellenfeleket akarok inkább ölni, mint botokat. De jogos, hogy ott vannak a botok, és egy apuka, anyuka hazamegy, és igen, nagyon jól fogja magát érezni, ahogy én is jól érzem magam, csak a végén a statot megnézve kicsit nekem megfacsarodik a szívem, anyuka apukának nem fog, mert jól érezte magát, és ez neki a lényeg. És én szívem szerint még elképzelnék plusz 3 ember csapatonként, de jogos, hogy miért nem tették ezt, mert tényleg, ha már olyan aránytalan lennének a titánok, hogy 9 titán lenne az ellenfélnél, nálunk meg 2, akkor betipornálnak a földbe, és jogos, hogy nem raknak be több ellenfelet. De én szívem szerint beleraknék több ellenfelet, és úgy programoznám be a botokat, hogyha ilyenfajta aránytalan titán lehozások lennének, hogy 2-9 arányba, akkor a botokat kicsit felerősíteném, és jobban ráküldeném a titánokra, hogy ne hagyják őket élni. Itt tényleg a botokkal lehetne megoldani azt, hogy jobban balanszba tarthassák a csapatokat, ha több ellenfeleket is raknának be csapatonként. De tényleg ez így ilyen fekete leves számomra, ez nagyon fontos, és bétáról beszélünk, lehet, hogy megoldják, hogy tényleg okosabb lesznek a botok. És tényleg béta, nagyon fontos. És fura, az arány ugyanaz, tehát a KD-d ugyanaz marad, csak eltolódik. És ezt kell megszokni, és ez az én véleményem. De nagyon jó a játék, tényleg nagyon jó, és az a gameplay, amit felraktam, 15-0, az is például nagyon jó, az egy 15-ös KD-sta, ha belegondoltok, az arány jó. Csak fura, hogy csak 15-öt ölsz, és az egy jó mennyiségnek számít, tehát én a maximum 18-at öltem, de akkor haltam mondjuk egy 3-at is, tehát a KD-ban nem ugyanaz a 2. Ennyi lett volna ez a videó, nagyon jó a Titanfall, vegyétek meg Best Buy. Tehát egyértelmű, Call of Duty Ghostot nem ajánlom,
BF4-et ajánlom mondjuk, de az még elég bugos, de a Titanfall 1000%-os. Úgyhogy ennyi lettem volna, sziasztok!